És akkor Márki-Zay Péterrel folytatjuk, ő van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánok, gondolom nem aludt sokat ezután az este után. Igazuk van, sokat nem aludtam, jó reggelt kívánok. Volt egy pillanat a tegnapi nap során, amikor megérezte nem csak azt, hogy győzni tud, de azt is, hogy 17%-ot tud ráverni a fideszes jelöltre? Hát ez már csak akkor, amikor jöttek be az eredmények. Akkor nem is volt akkora meglepetés ezek szerint a maga a győzelem ténye? Hát néhány hete a városban azért érezni lehetett a rendszerváltó hangulatot, ahogy egy ismerősöm mondta. Valóban volt egy kicsit ilyen 89-es érzés az embernek, amikor például tegnap reggel szavazásom után, amikor interjút adtam a mellettünk elhaladó autókból, ránk dudáltak. Tehát lehetett érezni, hogy sokan támogatnak. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan is elegen. Ugye tegnap Lázár János és Hegedű Zoltán is tartottak sajtótájékoztatót, és ott kiderült, hogy Hegedű Zoltán lemond az alpolgármesterségről, és itt ez az első komoly politikai meccse lesz várhatóan, ami ugye a város működőképességéről is szól. Tudja már, hogy kiket fog, vagy kit fog alpolgármesternek felkérni, és mi a stratégia egy 10 fős fideszes többségű képviselőtestülettel szemben? Vagy vele együtt? Nem tudom még. Azt tudom, hogy most a következő, mondjuk egy és másfél óra múlva majd be fogok menni a városházára, megkeresem a választási bizottságot, szeretném megkeresni a jelzőasszonyt is, tájékozódni, hogy milyen feladataim és lehetőségeim vannak, hiszen szeretném minden hamarabb elkezdeni a munkát. A testületből gratuláltak önnek, akár fideszesek, akikkel mostantól együtt fog dolgozni? Tudomásom szerint nem, de mivel tegnap lemerült a telefonom elég gyorsan, ezért nem zárnám ki azt, hogy valaki esetleg szeretett volna, bár ott a hívások között még egyenlőre nem láttam, de rengetegen hívtak, rengeteg SMS-t kaptam, e-mailt, stb. Tehát biztos, hogy napokban vagy akár hetekben telik, mire mindent átnézek és válaszolok. Ugye nagyon sokan azt a vészjósló forgatókönyvet vetítik előre, hogy Hódmezővásárhely is Esztergom mizálódhat, Esztergom sorsára juthat. Magyarán, hogy nem lesz működőképes a város egy fideszes többségi testülettel és egy ellenzéki polgármesterrel. Ez borzasztó öngól lenne most, azt gondolom, a Fidesz számára. Esztergom 2010-14 között történt, amikor a Fidesz hatalma csúcspontján volt. Most én úgy érzem, hogy a Fidesz erkölcsileg mindenképpen már megbukott, és nagyon bizakodó vagyok az áprilisi választásokat illetően, hiszen Hódmezővásárhely példát mutatott összefogásból, hogyha ezt a példát, egyfajta Hódmezővásárhelyi modellt az országban minden választókörzetben alkalmazni fogják a szabadságszerető és változást akaró tisztességes, becsületes magyar állampolgárok, akkor a korrupció és a megfélemlítés megtörheti. Ugye a kampányban is elmondta, meg tegnap is hangsúlyozta, hogy a korrupció és kifejezetten az Elios botrányban szeretne tisztán látni, ami Hódmezővásárhelyet illeti, és erre Lázár János úgy reagált, hogy nyugodtan turkáljon a papírokban. Fog turkálni a papírokban? Kifejezett szándéka, hogy nyilvánosságra hozzon ebben a kérdésben minden részletet a következő hetekben, hónapokban a választásig? Hát ez a kérdés semmiképpen nem kivétel. Én azt gondolom, hogy a vásárhelyi választópolgárok és nyilván az ország más városain a polgárai a saját ügyükben megérdemlik a tisztánlátást. Nagyon fontos, hogy átlátható gazdálkodást teremtsünk. Az egyik legfontosabb változásnak az országban ennek kell lennie. Átláthatóság a közügyekben, átláthatóság a közpénzek elköltésében. Azzal az értékeléssel egyetért, hogy az Elios botrány és a Lázárhoz a helyi pletykák szerint köthető vadászkastély volt az a két ügy, ami mozgósította nagyon az elégedetleneket? Én nem emelnék ki ilyen ügyeket. Én úgy láttam, amikor most az utóbbi hetekben több ezer emberrel találkoztam és beszélgettem, az ő hozzájuk sokkal közelebb álló ügyek jobban mozgósították őket. A megfélemlítés, az személyes, legapróbb magánügyeikbe való beavatkozás, az állásuk elvesztése sok esetben, a lakásuk elvesztésével való fenyegetés, az üzletüknek, a vállalkozásuknak az életébe való beleszólás, tehát amit a saját bőrükén éreztek, ez sokkal inkább fölháborította a vásárhelyi emberek többségét. Természetesen az ország közvéleményét és a vásárhelyen is a közügyek iránt aktívan érdeklődő embereket befolyásolhatta a kastély kérdése, az Elios lámpát ügye, ez nem különbözik az ország más városaitól. Az
azon kívül, hogy azt mondta, hogy az összefogás a siker felé vezető egyik legfontosabb összetevő, mi még az az egy-két pont, amit április 8-ára javasolna az ellenzéki pártoknak? Szerintem is az összefogás a legfontosabb. Összefogás alatt azt értem, hogy Hódmezővásárhelyen megvolt, hogy van egy jelölt, aki a változást képviseli. Minden változást akaró Hódmezővásárhelyi tudta, hogy hova kell tegye az X-et, és ugyan volt egy állellenzéki jelölt is, de nagyon sokat mondó, azaz 1%-nál alacsonyabb eredmény, amit a 200 körüli szavazat, ugye 300 aláírással lehetett elindulni, tehát látszik, hogy azokat az aláírásokat valószínűleg hogyan szerezték meg. Tehát aki nem a változást támogatja, nem számíthat kiemelkedő eredményre. Mindenképpen fontos, hogy a választó polgárok tudják, és remélem, hogy tudni fogják, hogy hova kell tegyék az X-et. Meglátjuk, hogy a választók, illetve az ellenzéki pártok levonják-e ugyanezeket a következtetéseket. Köszönöm szépen, hogy egy ilyen hosszú nap után is tudtunk beszélni. További szép napot kívánok, és Robi folytatja Vágó Gáborral.